Több száz kilónyi vakolat omlott le egy józsefvárosi lakás plafonjáról, és csak a szerencsén múlt, hogy nem sérült meg senki. A statikus szerint a történtekhez a ház alapállapota és a mellette zajló építkezés is hozzájárulhatott. Az ingatlan nem életveszélyes, de a szakértő elrendelte a bérház minden lakásában a mennyezet ellenőrzését. Több száz kiló vakolat lejött. Ez a galéria, ez most tört el, ezek a lécek. Tehát itt 20-30 kilós darabok leestek föntről. Így nézett ki a 8. kerületi lakás legkisebb szobája, miután péntek este leszakadt a plafon. A lakásban élő nő ekkor éppen a konyhában volt, így nem sérült meg. És ugyan elmesélte híradónknak a történteket, de azt kérte, hogy az arcát nem utassuk. Egy nagy robaj, de istentelen hangja volt, tehát nagyon ijesztő volt. Azt se tudtam hirtelen, hogy honnan jött. Tehát ezt, hogy mint a földrengés indult volna, vagy nem tudom mihez hasonlítsam. A lényeg az, hogy jött, és akkor abban a pillanatban a bezárt ajtón keresztül omlott ki a por. A szobából másnap több mint 20 zsáknyi törmeléket szállítottak el. A Józsefváros újságnak a helyszíre érkező statikus azt mondta, hogy a problémát alapvetően a ház előregedése okozza. De közvetve vagy közvetlenül befolyásolhatja a mellette zajló építkezés is. Ez a régi építés, ez egy elég merev szerkezet. És hogyha ez elkezd torzulni, az egész az akkor, mozdul. Igen, akkor a vakolat és a téglaboltozat közötti nyíró hatásból adódik egy ilyen fajta elválás. A régi bérház mellett ugyanis pár éve elkezdtek egy új társasházat építeni. Az Őrutcai épületben nem most szakadt le először egy lakás plafonja. Néhány héttel korábban történt már egy hasonló eset. A hvg.hu ekkor megkereste a jelenleg még épülő szomszédos ház építetőjét az esettel kapcsolatban. A Whitefield Management ekkor azt írta, hogy a leeső vakolatnak nincs köze az építkezéshez, ugyanis a falakon található, többségében már az előzetes állapotfelmérésen is szereplő repedésekkel nincs kapcsolata. Illetve a vakolat leesésekor az építkezésen munkát nem végeztek. Az üggyel kapcsolatos kérdéseinkre a józsefvárosi önkormányzat írásban azt válaszolta, hogy szerintük van kockázata annak, ha több mint 100 éves épületek közvetlen szomszédságába 6-7 emeletes házakat építenek. Illetve, hogy az építési hatóságok elvétele az önkormányzatoktól nagyon megnehezíti a dolgokat, de együttműködésre kérik az építetőt. Ezzel egy időben pedig igazságügyi statikai szakvéleményt készítetnek az egész házra. Az ATV híradóját Zalavári Noémi tudósította.